Szeretettel köszöntök mindenkit. Az elköteleződésnek a lelkéleti alapjai, és itt legfőképpen a saját lelkünkkel foglalkozunk, nem is egy szakmai hozzáállás, hogy hogyan tudjuk jól átadni a hit anyagot, ami bennünk van, hanem az első és legfontosabb, hogy saját magunkban hogyan tudjuk megőrizni az örömet és a reményt. És ma az örömről volt szó, Érsek atya is beszélt róla, Attila atya is, azonban az örömnek a megélése nem is olyan egyszerű. Azért, mert van emberi alapja is, még persze ott az evangélium, és hogy hogyan tudunk eljutni az örömre. Amikor az örömről beszélünk, akkor persze többféle öröm van, meg tulajdonképpen sok mindent az öröm mozgat, vagy az öröm elve működik, sok minden, ahogy Freud is mondja, azonban itt az evangéliumi örömről van szó. Örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Tehát ez az örömnek az alapja, az Úrban való öröm. Vagy itt előírta itt az Efezusi levélben is, amit Szent Pál apostol is mond, hogy az Úrban való öröm legyen a mi erősségünk. Tehát nem csak egyfajta ilyen hangulatot jelent, egyfajta jókedvet, hogy a jókedvel tudok menni dolgozni és élem az életemet, hanem egy belső erőt is jelent, amiben benne van egyfajta ilyen pszichés tényező is, az örömnek a felszabadultsága. Másrészt viszont, mivel az Úrban való öröm, ezért benne van az Istennek a kegyelme, az ő hatása, az ő ereje és az ő szeretete. És hogy az örömnek a megélése, az nem egyfajta, hogy mondjam, gyümölcs az életünkben, vagy valakinek sikerül, van akinek nem, valaki ilyen fajta, van aki olyan fajta, valaki már idősebb, betegebb, akkor már nem tud örülni, a fiatalok még addig örüljenek, még jól megy nekik, de utána később nem tudnak, hanem az öröm az a lelki életnek egy konkrét feladata. Persze megvan a mély alapja, az Istennel való kapcsolat, de Szent Pál apostol a Filippiekhez írt levél 4. fejezetében, amit börtönből írt magát a levelet, hogy arra szólít fel, hogy örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Tehát ez kifejezett felszólítás az Úrban való örömre, amit azért egy komoly munkát is jelent. Tehát nem mindig megy ez, sőt, legtöbbször nem megy spontán. Persze vannak spontán örömök is, de arra azért nem szabad hagyatkozni, azt megengedjük, meg elfogadjuk, de az örömön azon dolgozni kell. Ha megnézzük az evangéliumnak a teljességét, ami az evangélium örömhírt jelent, akkor az örömhírben, ebben a kis könyvben, vagy a 4 kis könyvben benne van a szenvedés történet. Mert közben is sok visszautasítás, ahogy a Jézushoz viszonyultak. És hogy ott a keresztre feszítés, annak minden kínszenvedése, az emberi bűnök, nyomorúság, és ez része az örömhírnek. Amikor ezt olvassuk fel, akkor is azt mondjuk, hogy ez evangélium Szent Máté könyvéből. Nem azt mondjuk, hogy evangélium Szent Máté könyvéből, amikor olvasunk gyógyításokról, csodákról, ezt meg azt mondjuk, hogy részlet Szent Máté könyvéből, vagy a szomorúság Szent Máté könyvéből, hanem az evangélium. Tehát ennek is a műfaja, az evangéliumnak a része. Én amikor az örömről vagy a humorról tartok lelki gyakorlatot, akkor mindig a bevezető, nem is elmékedés, ez imádság, mindig a keresztúttal kezdünk. És tulajdonképpen azért, hogy ahhoz, hogy az örömet fel tudjuk építeni, mindig a szenvedés misztériumával kell szembenézni, mert sokszor az örömünket vagy a szenvedés veszi el, vagy az attól való félelem, de mindenképpen valamilyen formában a szenvedés és az örömtelenség, azok valahogy összefonódnak egymással, és így szinte ezek automatikusan nagyon könnyen el tudják venni a belső örömünket. Ezért, amikor a szomorúságról van szó, akkor mindig a szenvedésnek a misztériuma előjön, és hát mindig van valami. Ha most jól is megy, ki tudja, mi lesz holnap. Valaki beteg lesz, meghal, a gyerekek milyenek lesznek. Mindig félünk, hogy valami történni fog. Mindig vannak ügyeletben emberek, akik általában gondoskodnak, hogy a örömünk elmenjen. Ezt nem direkt teszik, de és hogy mi adjuk nekik úgymond a hatalmat hozzá, de hogy az örömöket el tudják venni, és már előre félünk. Ezért, amikor, és talán furcsa ez a megközelítés, de amikor Jézus arról beszél, hogy a keresztet hordozni, vagy hogy meghalni, keresztre feszülni, tehát a szenvedésnek ezek a módjai, akkor talán sokszor arra gondolunk, és hát persze ilyen része is van a szenvedésnek,
hogy elfogadni a szenvedést, elfogadni egy gyászt az életünkben, elfogadni betegségeket, elfogadni bizonyos helyzeteket, amik szenvedéssel járnak. Azonban mi is, én egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az is keresztnek számíthat, és ez az evangéliumon meg lehet így közelíteni, hogy meghalok a szomorúság számára. És ez a szomorúság, mert persze a szomorúság része az életünknek, az olyan szomorúságról van szó, ami az életünket, meg így sokszor másokét is megnyomorítja. Vagy a szomorúság, ami egyfajta rossz irányba viszel bennünket, és nem az evangéliumot erősíti. És hogy ez a neveltetéstől is függ, például, hogy ki mennyire tud örülni, mennyire engedték meg a szülei, vagy például vannak a sorskönyvekben olyan úgynevezett ilyen örömtiltó játszmák is, amikor valakiben az öröm van letiltva. Például mártírok a szülők, vagy legalábbis az egyik szülő, mondjuk az édesanyja, ilyen domináns, aki úgy főállásba szenved egész életében, mindig áldozat szerepben van, és ilyen mellett olyan üzenetet kap, akár a gyermeke, hogy én, aki a legjobban szeretlek, és most ezt az anya mondja, vagy az apa mondja, hogy én, aki mindent megteszek érted, de már alig bírom, már az orvos is eltiltott tőle, hogy dolgozza, de én akkor is teszem, de én értetek teszem, és hogy a gyermek örülni akarna, és a kérdést persze nem hangzik el, de a szülő felteszi, hogy kisfiam, kislányom, ennél is a kifejezését, van-e pofád örülni, amikor én ennyit szenvedek? És a helyes válasz az, hogy nincs. Így nincs kimondva, én most ezt kimondtam, elnézést, így kimondva, de gyakorlatilag ennek az embernek, hogy az öröm megjelenik az életében, egyből megjelenik a veszélyeztetettség is, tehát hogy nekem ezt nem illik, az öröm mellett egyből bekapcsol a bűntudat, ami elkezdi törölni, vagy kell, hogy valamilyen baj történjen, akkor persze nem örülök a rossznak, de mégis egyfajta lelki békességem van. Megvan a mai rossz, úgyhogy nem kell örülnöm, a mai nap már nyugodtan lefekhetek. Talán furcsának tűnek ezek, de sokféleképpen megjelenik az, vagy valaki például nagyon könnyen beleesik, és ez a hosszú távon, időnként persze elkapott bennünk is, az önsajnálatba. Ez a mártír szerepbe, amikor mindig panaszkodik, és az hálátlan világ. És hogy ilyen gyerekek között, ilyen kollégák közt, és általában ezek úgy hosszú távon, még gyerekek még a 8 évenként csak kimennek, de a kollégák sokszor, és ha ennek adom át a szabadságomat, hogyha majd megváltozik a környezet, akkor fogok majd én örülni, akkor tulajdonképpen halálra vagyok ítélve. Tehát akkor lesz ennek vége, amikor azt mondják, hogy zárjuk le elhult József testvérünk koporsóját. De akkor szűnik meg ez magától, és ezért például az önmagamnak való meghalás azt is jelentheti, és most ebből a téma szempontjából most erre szűkítem, erre a szeretre, hogy meghalok a panaszkodás, az önsajnálatnak a számára, és például tudatosan, és először nem esik jó, de tudatosan törekszem az örömre. Itt az öröm nem azt a fajta smile-it jelenti, hogy csak úgy mosolygok, hanem azt jelenti, hogy a reménynek az embere vagyok. Azt erősítem fel, ami az örömhír. És hogy a valóságot erősítem, és ha a valóságot egészében nézzük, akkor a valóságban tényleg vannak szenvedések. És ezt nem akarom bagatellizálni, mert tényleg vannak nehéz helyzetek, gyász, ami tragédia, és ott persze, hogy az ember nem mosolyog, tehát nem játszom meg magamat. Azonban, ha a valóságnak a teljességét nézzük, akkor a valóság, hogy az Isten öröktől fölkva van, ő teremtett szeretetből, üdvözít bennünket, és ami örökké tart, az a mennyország. Tehát az, ami örök. Szenvedések jönnek, mennek, változnak, sokszor formálnak is bennünket, persze a hozzáállástól is függ, de hogy nem dőlök bele a kardomba, hanem hogy hogyan tudom a Krisztusi, az örömhírt, a reményt önmagamban feléleszteni, és itt a keresztutat is abból szeretném kiragadni, ha el lehetne végezni új keresztutat, vagy írni például önmagam számára egyet, hogy Jézus életét nézem, de párhuzamba állítom a saját életemmel, és például, hogy én az egyes állomásokon hogyan veszítem el az örömömet. Például az első, hogy elítélnek. Jézust elítélik, engem is elítélnek, mert azt mondják rólam, hogy ilyet meg olyat mondanak, meg dolgokat, és akkor hogyan tudom én ezt a keresztútként megélni,
ami mindenképpen fájdalmas, tehát ami fáj, azt nem akarom azt úgy elmismásolni, hanem hogy hogyan tudok majd tovább lépni, akkor a vállamra veszem a keresztet, ez a kereszt pedig azt jelenti, hogy egyfajta lelki harcot is, és itt a hatodik fejezet, jó, most Efezusiakhoz írt levelet, ott a lelki harcról fejeződik be az a rész, hogy vannak, megvannak a fegyvere ennek a lelki harcnak, de ebben a harcban úgy indulok bele, hogy most sok nehézség van, sok külső körülmény, persze ott vannak a saját gyengeségeim is, meg az eseseim is, ami majd előjön a keresztúton, de most én úgy akarok végigmenni ezen a keresztúton, hogy Jézussal, és szeretném, hogyha végén feltámadás lenne. Tehát nem az, hogy meghalunk, sokszor idézem Nemesegyi Péter atyát, aki azt mondja, hogy valaki egész életére kibérelte magának a Getsemáni kertet, tehát innen nehéz tanítani. Ebből az állapotból Jézus nem is tanított, hogy maradt, imádkozott a Getsemáni kertbe, meg a tanítványokat hívta, hogy vigyázzanak a kísértésekre, de ott Jézus imádkozott. Az egyfajta életátadás is volt a Getsemáni kertben, és hogy hogyan tudok örömmel és derűvel ezen a helyzeten végigmenni, és utána pedig a feltámadás felé vinni az életemet, persze mind az Isten segítségével, ez nem az önmegváltásnak a kísértését jelenti, hanem hogy hogyan tudok az örömben végigmenni. Ezért például lehet egy konkrét gyakorlat is, hogy, és tudom ajánlani, hogy a keresztutat megérni, persze megvannak a főbb állomások, és az életemre alkalmazni, és a keresztútnak a jellemzője, hogy Jézus önként vállalta, de nem elfogták, többször is akarták őt megölni, önként vállalta, az Isten és az emberek iránti szeretetből azért, hogy az embereknek élete legyen. Tehát a keresztútnak ez az alapja, ez alapmotivációja. Nem a szenvedésen van a hangsúly, az is ott van, mert az emberek bűne, meg sok minden a világ bűnei miatt ott a szenvedés, de a fő célja, meg a motivációja ezek. És így akarok végigmenni, és itt előjön gyakorlatilag már egy mélyebb szintje az elköteleződésnek, hogy akik rám vannak bízva. De ez lehet persze diákok, családtagok, meg akikkel találkozok a környezetemben, hogy úgy akarok nekik segíteni, vagy inkább ezt a kifejezést használom, úgy akarom őket szeretni, hogy az én keresztutamon végigmegyek, és hogy eddig is végigmentem, de mindig elakadtam valahol, és beleragadtam. Akár az elesésbe, vagy mentem Jézus keresztútját, ott közben átálltam a másik oldalra, aki szidja a többieket, tehát hogy én szerepzavarokba kerültem a keresztútam, nem mindig tudtam, hogy most ki hol vagyok, vagy melyik oldalon. De most egyértelműen a Jézus oldalán, és ez a szeretetből szabadon, hogy élet fakadjon bennem, és másokban is. Tulajdonképpen ebből fog majd fakadni az a mély szabadság, meg az az öröm, ami már nem az emberektől függ. Persze mindig meghatározzák valamilyen szinten az életünket, de ez az öröm, hogy Nemesegyi atya is nekem mondta a lelkivezetésben, amikor olyan nagyon nehéz helyzetekben voltam, vagy mélyponton, hogy bármi is történik, az örömöd nem eladó. Azt nem veheti el senki. Arról nem is beszél, hogy az örömömet nem tudja elvenni senki, azt mindig én adom oda. Tehát olyan hatalmat én senkinek nem adhatok, hogy az örömöm felett rendelkezzen. Tehát az örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Az Úrban való öröm legyen a mi erősségünk. Vagy a János Evangélium 15. fejezetében pedig Jézus arról beszél, hogy mindezt azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és az örömötök ezzel teljes legyen. És hogy megint külön elmélkedés, hogy Jézus minek örül. Például el vagyok keseredve, Jézus meg, mivel mennyországban van, örül. De hogy minek? Ha nem látja, hogy mi a helyzet. És tulajdonképpen ő a fővállalkozó, én csak én beosztott vagyok. Tehát ha valakinek el kellene keseredni, az Jézus, ő meg örül. És akkor Jézuson minek örülsz? Ez egy érdekes beszélgetés. Azért is, hogy az ő öröme legyen én bennem. És ezt persze nem csak tanulással veszem át, hanem az ő vele való személyes szeretet kapcsolatban, de hogy Jézusom, akarom, és azt kérem, hogy a te örömöd legyen bennem, és hogy az örömöm teljes legyen. Többször lett a mai napon idézve Benedek pápa, vagyis a Ferenc pápa, hogy
hogy az örömnek a fontosság az életünkben, hogy az örömmel tudjuk átadni igazán az evangéliumot, hogy az örömre milyen nagyon fontos eljutni, és hogy öröm nélkül nem lehet tovább élni, és hogy az öröm az egy olyan jel, az igazi szívből fakadó öröm, ami azt jelenti, hogy az Úrral mély kapcsolatban vagyok, és amit most ki szeretnék emelni az ő szavaiból, hogy az igazi mély öröm megéléséhez szükség van arra, hogy a mély imádság, ő külön kiemeli a szentségimádást, a szentmisét, a személyes imát, hogy az Úrral való mély bensőséges kapcsolat, és ha nézzük a János Evangélium 15. fejezetét, ott is az első verstől kezdődik a szőlőtől szőlővesző hasonlat. Tehát a Jézus Krisztussal való szeretet mély egység, az az alapja. Utána Jézus azt mondja, hogy nélkülem semmit sem tehettek, de ez is egyfajta belső szabadság, amit megélhetünk rabságként is. Mi az, hogy nem tehetek nélküled semmit? Akkor meg segítsére gyorsan. Mert nekem 5 perc múlva kezdődik az órám, úgyhogy Jézusom, nem érünk rá itt elmélkedni. Tehát ezt is fel lehet tenni, és utána következik az, hogy Jézus, hogy hozzatok bőgyümölcsöt, és utána pedig, hogy azt akarom, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és az örömötök ezzel teljes legyen. Tehát ez a mi imádság, vagy második János pápa is írja, amikor az imáról beszél, hogy az imának a művészetét elsajátítani, gyakorolni a saját életünkben, és külön kiemeli a szemlélődő imádságot. Vagy felhívja a figyelmet arra, amúgy erre Ferenc pápa is többször beszél, hogy a középszerű keresztény az veszélyeztetett keresztény. Olyan szempontból is, hogy nagyon könnyen elmegy másfelé, mert nagyon nagy veszély a szomorúság, meg az, hogy valaki a sok kudarc hatására hogy elkezd eltávolodni az Istentől, és az elköteleződés is csökken. Mert gyakorlatilag azt érzem, kimondva kimondatlanul, hogy kudarcok érnek, hogy az Isten olyan helyre küldött, olyan szituációba állított, ahol nem lehet normálisan dolgozni, nincs örömöm. Tehát úgy becsaptak, mint Jeremiás is, hogy rászedtél, Uram, hogy eljöttem hitoktatónak, még ezt Jeremiás nem így mondta, de rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Tehát ez a becsapottság érzése is ott lenne. A másik oldalon pedig a kudarc, hogy én mindent megteszek, és hogy nem figyelnek rám, nem veszik át, sőt, még a tendencia, hogy kevesebb hittanos van, meg hát nem úgy örülnek, ahogy én szeretném, és pedig én tényleg szeretném nekik átadni. És ez a kudarc, a szomorúság, az nagyon nagy kísértés önmagában is, meg nagyon veszélyes a lelkélet számára, mert egyszerűen elveszi az erőnket, a motivációnkat, utána könnyen átmehetünk a haragba, a büntetésbe, hogyha nem veszitek át, akkor, és hogy utána fenyegetve, meg majd megtudjátok. Tehát jönhet annak a bosszúnak az érzése, hogy ti, akik megnyomorítjátok az életemet. Hogy azt kívánom nektek, hogy ti is ezt tapasztaljátok meg. Tehát, hogy akkor tényleg olyan speciális áldás, ahol hogy minden rosszat kívánok nekik, amit én megértem velük, tehát azt amit is, hogy utána elvisz, és utána már kényszerből teszem, kötelességből, egyre nagyobb lesz bennem az ellenállás, és Ferenc pápa arról is beszél, külön kiemeli, hogy valaki például azt a konklúziót vonja le ebből, hogy semmi értelme annak, hogy én az Istenről beszélek. Ennek az egésznek semmi értelme. Az is, hogy most mi mélyen imádkozzak, nem érek rá, mert munka van, család van, meg különben is ott, hogy mélyen imádkozzak, meg úgy elkezdek sugározni, nem tudom, mennyi idő után kezdek el sugározni, hogy jel lesz a személyiségem, az sem éri meg időt szánni rá, hiába teszek mindent, a gyerekek sem úgy fogják fel, és hogy nincs semmi értelme annak, amit teszek, és ez is egy óriási kísértés, ami belülről kikezdi az egész hivatásomat, az elköteleződésemet, és azt mondom, hogy nem éri meg. De ezt igazából nem is a gyerekekre mondom, hanem legfőképpen az Istenre is, hogy Jézusom belekült egy olyan helyzetbe, ahol én csak vesztesen tudok kijönni, és úgy tapasztalom meg, hogy te semmit nem segítesz. Nekem, hogy nem adod meg azt, hogy. És hogy innentől kezdve a két szék között a kudarc nagyon veszélyes, és hogy Ferenc pápát idézem, akik így gondolkodnak, miért kellene megfosztanom magamat a kényelemtől és a ketteléseimtől, ha nem látok semmiféle jelentős eredményt.
Ilyen mentalitással lehetetlen misszionáriusnak lenni. Ez a magatartás egészen pontosan a rossz indulatú mentegetése annak, hogy a kényelembe, a lustaságba, az elégedetlen szomorúságba, az önző ürességbe zártak akarunk maradni. Önpusztító magatartás ez, mert az ember nem élhet remény nélkül. És még folytatja tovább a Szentatya, de a lényeg, hogy hiszek az abban, hogy az életemnek, a munkámnak, a hitoktatásnak, a missziós tevékenységemnek van értelme. És ez is komoly háttér ima élet kell. Az második János pápa mondja, hogy aki elveszíti a Jézus Krisztussal való mély személyes szeretet kapcsolatot, nem csak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. És itt kezd már veszélyessé válni, amikor ez a mély szeretet tapasztalatot elveszítem, az identitásom, az, hogy ki vagyok én. Most Jézus engem valóban küldött, vagy csak beleküldött olyan helyre, vagy gyakorlatilag, hogy mivel nem vagyok jó ember, meg vannak bűneim, tulajdonképpen a hitoktatás az Isten részéről az én személyes büntetésem. Tisztító előttem bemelegítő, azzal, hogy engem most ilyen formában akar megbüntetni, és hogy nem haladok, és hogy elveszítem az identitásomat, az életemnek az értelmét, és onnantól kezdve kezdek új örömeket, utakat találni, nem éri meg, csalódtam egyházban mindenben, és az elköteleződés az pedig szépen kezd lazulni, mint a kötelek elengednék magukat. Az elköteleződésről van szó, és mindig ez az alap az alapja, Ozeás prófita könyvéből a 11. fejezet, az Úr mondja nekünk, puha kötelékkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. Lehajoltam hozzá, enni adtam neki. És hogy amire azt hiszem, hogy vágyakoznak a gyermekek is, még amit fontos átadni, hogy az ilyen rejtett bosszú vágyat kikerülve, hogy az Úr áldását mondani. Én most szembesültem azzal, hogy persze eddig is tudtam, csak most, amikor így helyettesítek, vagy vannak ilyen rövid lelki gyakorlatok fiataloknak, hogy például minden szentek ünnepén arról beszéltem, hogy kik a szentek, meg hogy mi is arra vagyunk meghívva az életszentségre. Meg arra, hogy ti jó emberek vagytok. És hogy gyerekek erősen tagadták, hogy nem vagyunk jó emberek. De jó emberek vagytok. Volt egy kifejezetten dühös lett. Látszott, hogy olyan agresszió volt benne, hogy én rossz ember vagyok. Mondom, nem vagy. Mert ezt meg azt csinálok, mondom, hogy csinálsz te mindent, meg mit tudom én, rendetlen vagy, meg vannak ilyen dolgok, de az a jóságot nem befolyásolja. És akkor utána mondtam, hogy nem csak jók vagytok, mert megkeresztelt ember, aki kegyelem állapotában van, ti szentek is vagytok. És akkor volt egy fiú, hogy atya, hát ha a jó ember nem vagyok, hogy lehetek szent is, hogy nem mondjam már ilyet. És hogy látszott, hogy gyakorlatilag szinte egy akarattal ez, hogy én jó ember vagyok, meg hogy én nem vagyok szent, az egyértelmű volt számukra. És ha valaki ezt nem hiszi el a saját jóságán, és persze, hogy rákérdeztem meg, hát sokat nem kell gondolkodni rajta, hogy a szülői háttér, meg egyéb dolgok, hogy hogyan, honnan jönnek ki, de ezek nem hisznek a saját jóságukban, és innentől kezdve egy sorskönyvi mozzanat, hogy aki azt gondolja, hogy nem vagyok jó, én rossz vagyok, az tulajdonképpen mire fogja indítani a belső, hogy én mit teszek. A sorskönyvnek a lényege, hogy ami az én saját hiedelmemet megerősítem. Egy rossznak rendszeresen bizonyítani kell, hogy én rossz vagyok. És ezt meg is teszi, és ha valaki nem figyel, ezt meg is kapja. Tényleg hülye vagy. Olyan vagy, mint apád. De nagyon könnyen megkapja. Gyerek persze úgy felháborodik magában, de valahol megnyugszik, hogy iskolában is otthon vagyok. De mindenütt, mert ezt kaptam meg, és innentől kezdve gyakorlatilag az örömhír, meg az én örömöm és az én értékem, meg az, hogy én az életszentség útján haladok. Persze vannak állomások, de nem a tökéletességet jelenti, hanem az életszentség nem az én minőségemet jelenti önmagában, hanem az Isten élete bennem. Ha én tagadom az életszentségemet, és hangsúlyozom, itt vannak a bűneim, a gyarlóságaim, de törekszem meg a Szent Jónáskor mindig visszatérni az Isten az imádságban az állandó törekvés, akkor azt ismerem el, hogy a Szent Háromságnak a műve engem szentített. És ahogy gyerekekről beszélek, róluk is így beszélek, hogy amit teszel, az fárasztó, az tényleg rossz, meg ennek vannak jogi része, és meg megyünk ide, meg oda, de viszont te kifejezett jó ember vagy. Neked óriási szíved van, és egy nagyon jó vagy.
és hogy utána még a következő órán is egyszerűen látszott, hogy olyan tiszta szívből tagadják, még a jóságot is. És persze ennek megvan az alapja, ez nem az ő hibájuk, hogy ezt így tagadják, csak tulajdonképpen az örömhír is, és ami az alap, hogy én jó ember vagyok, hibákkal, bűnökkel, szeretett bűnös vagyok, akit az Isten rajongva szeret, és hogy utána, akikkel foglalkozom, náluk is ez az alap. És mindig erre építünk, ehhez visszatérünk, hogy ti jó emberek vagytok, és utána, amikor ezt teszem, itt Attila említett a szamari asszony, nekem egyik kedvenc előadásom, hogy Jézus az asszony tulajdonképpen ezzel a szavaival, meg a nonverbális jeleivel kivette ebből a szerepből. Az asszony is, hogy ő szamaritánus, asszony, bűnös, hatodik élettársa van, tehát ő már tulajdonképpen az emberek által elítélt, meg saját magát is elítélte, ő egy rossz ember, egy nyilvános bűnös. És Jézus pedig, hogy vizet kér, ajándékot ígér a Szent Lelket, hívd ide a férjet, nem ítéli el, és utána az asszony érzi erősen, hogy ez a valaki mindent tud rólam, nagyon mélyen ismer, és ahelyett, hogy elítélne, szeret engem. A falu meg pedig ott a sorskőmet, ez kiszolgálta ők, meg ahol érték, gondolom, ők minden szempontból lenézték, és Jézus pedig, hogy látta az életét, az ő jóságát, nem bagatellizálta a bűnöket, nem arról volt szó, hanem azt, hogy alapvetően jó ember, vagyis neked arra van szükséged, hogy a szeretet tapasztalat által, hogy én most felemeljelek téged, és az asszonynak az öröme, és itt jön tulajdonképpen ez a zárszó is, hogy az asszony örömmel ment a többiek közé, tehát nem csak azért, hogy most elment hozzájuk, hogy na, szólok ezeknek a bolondoknak is, de nem ilyen lenézően, hanem örömmel, és rádöbbent arra, hogy mi az, ami nekem hiányzott. És most igazi öröm van benne, ezeknek nem volt hat élettársa, de sokkal jobban ők se állnak vallásilag, mint én, az Isten ismeretben, és hogy hívom őket az örömre, és hogy gyerekek, gyertek, közben pletykálhattok rólam, elítélhettek, mindent mondhattok, csak gyertek, mert megtaláltam az öröm forrását. És kicsit összeszűkítve tulajdonképpen ez az alapja az örömnek, de ez egy komoly belső munka kell, neveltetéstől függően is, hogy ki hogy mer, vagy hogyan tud örülni, és sokszor ez a keresztre feszítésnek és a feszülésnek a szenvedése, hogy most megsértődtem, meg szomorú vagyok, és hogy nem magamra elültetem az örömet, hanem ami ennek a forrás, ami mögötte hazugság van, az, hogy halljon meg önmagamban, és hogy higgyek Jézusban, azt erősítsen magamban, és hogy az öröm az egy kvázi kötelesség, és a minden megsértődéségnek, meg minden ilyen szomorúságnak pedig halljak meg, feszüljek keresztre, feszítsem keresztre a szomorúságomat, és az Úrban való örömre pedig támadjak fel. És ez valóban időnként nagyon nagy szenvedésekkel is járhat. Tehát egy komoly munkát jelent, meg imádságot, de ami a lényeg, hogy az öröm adja meg az elkötelezettséget, az Úr is elkötelezte magát, a szeretetnek a puha kötelékével vonz magához. Ha ebben élek, akkor ezt az örömömet senki nem verti el, senkinek nem adom oda, és utána pedig erre az örömre hívok meg másokat, de ha nem veszik ezt az örömhírt, akkor is szebbenjenek ők, de én nem akarok. Semmiképpen sem, hanem az örömben meg akarok maradni. Köszönöm a figyelmet. Thank you.